Nagy pénteken, 15 órakor vette kezdetét Keresztút Kossuth téren. Ezen a helyen, ahol zajlik az élet, ezen a helyen, ahol emberek találkoznak, beszélgetnek, vitatkoznak, ezen a helyen vagyunk, ahol hétköznapjaink élnek. És a hétköznapjainkban a jó Isten Krisztusban megmutatta, hogy mindenben részt akar venni. Nagy pénteket ünnepeljünk, és a nagy pénteket kezdjünk itt a Keresztúton. Atyán, a jó Isten megmutatta minden hatóságát a lábmosásnál. Most megy tovább is megmutatja, hogy higgyünk, hogy ő szeret, hogy képes vagyis meghalni, mi értünk. Az Isten minden hatossága a kereszten megnyilvánul, a mi szenvedéseinkben, amelyeket is hordjunk a szívünkben, a fájdalmainkban. Azután fogunk elmélkedni az elmélkedéseket, amelyeket Benedek pápa írt Ratzinger bíborost, akinek is holnap szülinapja is lesz. Próbáljunk meg most elcsendesedni, és igazából az életünkben, az életünk szenvedéseibe beengedni a mindenható Istent, aki jelenlétével legyőzte a halál, aki a jelenlétével legyőzte a halál és a rosszat, és megmutatta, hogy annyira közel van hozzánk. Kis csendben most gondolkodjunk, milyen szándékában szeretnék indulni ezen az úton, Krisztus szenvedés útján és az én szenvedés útján, amelyre szeretnénk beengedni a szenvedő és a feltámadt Urat. De mi is történt nagypénteken? A főpapházánál, ahol kihallgatták Jézust, Péter háromszor tagadta meg mesterét. Miután a kakas harmadjára is megszólalt, Jézus rátekintett, mire Péter keserves sírásba fogadt. Jézust Pilátus, a római helytartó ítélte kereszthalálra, kezeit mosva. Jézus keresztre feszítés előtt megostoroztatta, és tövisből font koronát adtak fejére. Jézust a keresztút után Golgotán feszítették keresztre, két latorral együtt. A keresztnél ott állt édesanyja, Mária és János is a szeretett tanítvány. Jézus több órás haláltusa után délután 3-kor halt meg a kereszten. Az ott álló római százados megvallotta. Ez az ember valóban Isten fia volt. Jézus holttestét leplekbe takarva egy sziklába vált sírboltba temették el. A sír bejáratához pedig egy követ engerítettek. Szívünk, lelkünk, most kitárjuk, utad Jézus, veled járjuk. Kérünk mélyen, belevésed, szíveinkbe szenvedésed. Mi történt nagyszombaton? Nagyszombaton Jézus holtteste a sírban nyugszik. A főpapok és a farizeusok lepecsételik a sírkövét, és őrséget állítanak a sírhoz. Nagyszombaton Jézus alászáll a poklokra. Alászállásával a szabadulást, az üdvösség örömhírét vitte meg a régebben étig az embereknek. Miután Jézus meghalt, a tanítványok együtt maradtak a zárt ajtók mögött. Szombatot a törvény előírása szerint nyugalomba töltötték. Uram, engedd meg, hogy a keresztutunkat felajánljuk a béke ajándékáért, a gyűlölet és a gyilkolás mi hamarabbi megszűnéséért. Béke fejedelme irgalmaz nekünk. Keresztre feszített Jézus, könyörülj rajtunk. Urunk, békéért imádkozunk, a fegyverek békéjéért, az emberi gyűlölködés, irigység és rossz akarat megszűnéséért. Imádkozzunk, hogy ezen ájtatosság jusson el mindnyájunk szívéig, és vigyük azt tovább családjainkba, közösségeinkbe, és megértsük, hogyha a békéért valóban tenni akarunk, azt magunknál kell kezdeni, hogy a béke közösségét létrehozva Krisztus szerető útjára tudjunk lépni, és általa megmaradni, gyarapodni. Mi történt húsvétkor? Húsvétkor támad föl dicsőségesen Jézus a halálból. Az asszonyok kenetet akartak vinni Jézus testére, de hajnalban már csak az üres sírt találták. Angyalok adták hírül nekik, Jézus feltámadt, nincs itt.
Mária Magdolna hírül adta a tanítványoknak, hogy nem találták az Úr testét. Péter és János futottak a sírhoz, ahol megtalálták Jézus halotti leplét és fejkendőjét összehajtogatva. János látta ezt és hitt. Jézus Mária Magdolnának jelent meg elsőként, aki még a sírnál maradt. Magdolna elment és hírül vitte a tanítványoknak. Láttam az Urat. Később Jézus megjelent Péternek is. Este Jézus csatlakozott az úton két tanítványhoz, akik Emmaneuszba tartottak. Együtt vacsorázott velük, de ők csak a kenyértöréskor ismerték föl Jézus. Az Úr ezután megjelent az apostoloknak is. Itt van már a keresztfájad, hurcolnod kell boldogára. Uram, innen puhán restül, vonakodok a keresztül.